A Nemzeti Múzeum népvándorláskori gyűjteményének egyik emblematikus tárgyát, a Bakott-pusztai karperecet tartom a kezemben. A karperec egy igen gazdag női temetkezésből került elő. Valamikor a hun korszak végén temették el a hölgyet, gazdagon felékszerezve. Három sír bolygattak meg 1859-ben Dunapataj mellett, egy iskolaépület alapozásakor, és mindhárom női sír ennek az 5. század második felének az elitjéhez tartozott. Két arany nyaklánc, egy pár állatfejes karperec, négy gyűrű, gyövcsat, főbe való pár és számos aranyflitter, három fibula került a kalocsai érsek révén a múzeum gyűjteményébe. Amit a régészeti anyagban látunk, egy nagyon egységes divat az 5. században. Ennek kiváló példája az a csaknem egységes női viselet az elit körében, amit láthatunk a hunok megérkezésével. Gyakorlatilag a kelet-európai sztyeppe régiótól egészen az Atlanti-óceánig nagyon hasonló dúsan ékszerezett temetkezések kerülnek elő. Az állatfejes karperecek különösen jellemzőek erre a nagyon előkelő rétegre. Nagyon sok az egyedi kialakítású tárgy, egyedi ízléssel elkészített darab. Annak ellenére, hogy az állatfejes karperecek szerte Európában elterjedt divatot képviselnek, nincs két egyforma darab. Egy csaknem azonos karperec pár létezik, aminek az egyike pont a Bakott-pusztai, a másik megszólalásig hasonló karperec pár viszont Kercsen került elő a Krími-félszigeten. A karperec aranylemezből domborított, a korszak egyik legjobb késő antik műhelyében készülhetett. Sok olyan elemet tartalmaz, mint például a zsarnéros és csavaros záródás, ami kizárólag késő antik tárgyakon fordul elő. Ugyanennek az 5. századi hunkori divatnak még a jellegzetessége, hogy elsősorban aranyékszereket használnak, és ezeket az aranyékszereket piros gránátkövekkel díszítették.